Hát sziasztok! Hi! Ahogy a Fefe is mondta, áldott gyülekezet. As Fefe said, but I forgot to say that you're a blessed church and it's good to see you. A feleségemmel, a kisfiammal jöttünk. We came with my wife and my son. And actually we are blessed by you. Örülünk, hogy itt lehetünk. Megörülünk, hogy ide jöttünk. We are happy to be here and we are happy that we made it. Csak kezdjük egy imával, jó? And let's start with a prayer. Would you mind praying with me? Háj, drága Istenünk. Dear God. Édesatya, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Dear Father, thank you that we can be here. Köszönjük, Uram, hogy szólni akarsz hozzánk. Thank you, Lord, that you want to speak to us. Kérlek téged, hogy ezt az egész alkalmat most is kent fel. I ask you to anoint this service. Kérlek a te kenetedért, hogy az áradjon, Uram. I ask for your anointing, that it would flow. Kérlek, szólj rajtunk keresztül. Please speak through us. Bátoríts minket, buzdíts. Encourage us. Építs fel, gyógyíts. Build us up and heal us. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. 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 Három verset szeretnék nektek felolvasni a Timóteushoz írt második levélből. I would like to read three verses for you from 2 Timothy. Rövid, egyszerű gondolat. It's a simple, short thought. Legalábbis mindig ezt mondom, aztán lehet, hogy más lesz belőle. Apparently I always say this, and sometimes it turns out something different. Igen, ismerés másnak is. Szóval 3:15-16:17. So it's chapter 3, verses 16, 17 and 18. Ami így szól. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra. Az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Excuse me, it's verses 15, 16 and 17. And from your infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be fully equipped for every good work. Szóval itt az elsőben, amit felolvastam. In the first verse. Ez, hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat. That I just read, from your youth, you know the scriptures. Hát ez egy nagy áldás, hogyha valaki így van. This is a great blessing if it is so. Hogyha valaki ismeri gyermekségétől fogva a szentírásokat. It's a blessing if somebody has known the scriptures from their early age. Csak úgy örülök az Anna Marinak. And I'm so happy for Anna Mari. Annak idején beszélt nekünk arról, hogy szeretne följönni Bibliaiskolába. That she can be here because we used to speak about her coming to Bible college. Isten ezt így, ahogy itt leírja Timóteusnak. The same way what God describes here for Timothy. Így szeretné mindenki életébe használni ezt. The same way he wants to use this in everybody's life. Tehát a Bibliaiskola miért Bibliaiskola? Why do we call Bible College Bible Mert College? A Bibliáról van tanítva benne. Because you learn about the Bible. Mert Isten tanít az ő igéjéből benne. Because God is teaching you from his word. Azt mondja itt, hogy téged bölcsé tehet az üdvességre a Krisztus Jézusban való hit által. It says, which is able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Ahogy máshol mondja az írás, hogy miből van a hit, hát hallásból. And there is another portion that says, where does faith come from? Az it comes by hearing, by the hearing of the word of God. Isten szavának a hallásából. Azt mondja itt, hogy ami bölcsé tehet az üdvösségre. By the hearing of the word of God, which is able to make you wise for salvation. Értsd jól, de az egyetem az nem tesz téged bölcsi az üdvösségre. Please don't misunderstand me, but university won't make you wise for salvation. A szakközépiskola nem tesz téged bölcsi az üdvösségre. Or high school won't prepare you for salvation. Egy tanfolyam nem tesz téged bölcsi az üdvösségre. Or a course that you take won't make you wise for salvation. Sokféleképpen lehet bölcs az ember ebbe a világba. We can be wise in many different ways in this world. De Isten szerint csak a Biblia által. But according to God, it can only happen through the Bible. Nem csak azt mondja itt, hogy bölcse leszel, Timóteus. God doesn't only say that. Meg nekem. Timothy, you will be wise. Bölcs leszel is. Olyan leszel, mint a nagy Salamon. And you will be like great Solomon. Hanem azt mondja, hogy bölcs az üdvösségre.
But he also adds that you will be wise for salvation. Isten igéje az nem csak egy. Because the word of egy God plusz az embernek, is not only a simple addition, hanem ez a kulcs to somebody's life, but it's actually the key. Ugye a Krisztus az az élő ige, az az élő szó. Christ is the living word. Ez pedig az írott szó. And this is the written word of God. Istennek az írott szava. The written word of God. Úgyhogy amikor olvasod, akkor Krisztust olvasod. So when you read it, you can actually read Jesus Christ. Az ő gondolatait olvasod. You can read his thoughts. Az ő szívét ismered meg. You can get to know his heart. Ahogy mondja is, hogy a Krisztus Jézusban való hit által. As it says, faith in Jesus Christ. Szóval csak ezt a gondolatot lezárva azt mondja, hogy bölcsé tesz téged az írás. In closing, the scripture will make you wise. Mert azáltal van hited a Krisztus Jézusban. Because that's how you can believe in Jesus Christ. És így van neked üdvösséged is. And that's the way for salvation. Vagy megmenekülésed más szóval. Or escape. Aztán azt mondja itt a második, meg a harmadik versenyt olvastunk. A teljes írás Istentől ihletett. Most nem olvasom föl még egyszer csak. And verse 16 and 17. I don't want to read it again, but it says all scriptures were given by God. Csak amit átadnék belőle. But what I want to pass on from these verses. A kezdetektől fogva ez van támadva. That from the beginning this is what has been attacked. Ha megnézed a Teremtés könyvébe, a kígyó az mit csinált? If you look at the book of Genesis, ez az első what mondata, do you see? What did the serpent do? Hogy valóban azt mondta Isten? This is what he started with. He said, God, this is what really God said. Igen, 21. századi módon tényleg igaz, ami ide van írva. Or interpreting it for the 21st century. Is mondjuk, it true what's written here? Mondjuk inkább így, hogy tényleg elhiszed, ami ide van írva? Or saying it with different words. Do you really believe what's written in this book? Sőt, kicsit tovább megyek. Tényleg elhiszed, hogy szó szerint igaz, ami oda van írva? Or even going a little bit beyond. Do you believe literally everything that's written there? Ennek is vannak fokozatai. And it has the levels. Ja, hiszem, hogy az üzenete a Bibliának jó, vagy hogy igaz. Because I can believe that the message of the Bible is true or good. Aztán hiszem, hogy részei igazak. But then the next level is when I believe that partially the Bible is true. Ja, ezt lehet hallani több helyről. You can hear this from everywhere. De itt más mond az írás. But here the scripture says something different. Ezt mondja, hogy a teljes írás. It says all scripture. Jézus azt mondja, hogy minden pontocska. Jesus says every single period or dot. Ha a Jézus, ha Isten ezt mondja. If Jesus and God. Akkor biztos lehet benne, hogy ezt támadva is van. Say this, then it you can make it sure that it's gonna be attacked. És magában az írásban van rögtön már az elején bizonyítva ez, hogy tényleg támadva van. And it's proven from the beginning that the serpent also attacked this fact. Az ördög, amit tesz elsősorban, vagy legelőször a gyülekezet ellen, az az, hogy kiveszi a Bibliát a kezéből. The first attack from the devil to the church is when he takes the Bible out of their hands. De nem úgy, hogy elveszi, hogy ne olvashassa, hanem elveszi a tekintélyét annak. But he doesn't take the scriptures away, he simply takes the authority of the scriptures. Azt mondja, hogy hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Even though it says it's useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Ez mind olyasmi, amit se a világ, se az ördög nem akar. These are the things that the devil and the world will never want. Tanítani, feddeni, hát feddeni, ezt nem is szabad. Teaching or rebuking, you cannot even rebuke anyone. Megjobbításra, miért? Eleve jó az ember, nem? Or correcting, but why are you saying that? Isn't man essentially good? Az igazságban való nevelésre. Miért? Mi az igazság? Egy Pontius Pilátus is kérdezte. Or training in righteousness. And Pontius Pilate asked the question, what is righteousness or what is truth? Ezeket ennek a világnak az Isten, aki elbukott. But the God of this world who fell ezt mind odaveti az embernek, nekünk. Wants to make us believe, everyone. Azért, hogy elbizonytalanítson. That he would make us doubt. És aztán itt van az utolsó, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. And the last part is that so the man of God may be fully equipped for every good work. Isten használja az ő igéjét, hogy tökéletesítsen minket. God is using his word to make us perfect. Nem egy olyan értelemben, hogy nem vagy már tökéletes ő benne.
I'm not saying that you are not completely perfect in him. De a gyémántot is csiszolják, hogy szebb legyen. But the diamond has to be polished also. Hogy látszon, hogy milyen értékes. That you would see how valuable is it. Isten használja az ő igéjét. The same way God is using his word. A mi szívünket formálja. That he would polish or mold our heart. Mint egy gyémántot. Like the diamond. És aztán itt az utolsó rész, hogy minden jó cselekedetre felkészített. And the last part that we would be equipped for every good work. Ezt hajlamosak vagyunk így félretenni. We tend to neglect this part. Mármint a jó cselekedeteket. I mean the good works part. Mert hát ugye a hit hallásból van. A Because lényeg az, hogy itt bent hiszek. Aztán, faith comes by hearing, so if I believe in my heart, then it's perfectly enough, right? Aztán, hogy milyenek a cselekedeteim, hát. And my works, well. Aztán ráfogjuk a hústestre. I can all blame it on my flesh. Egyébként tényleg az övé. And actually it's true. De hogy itt Isten ezt is kiemeli. But God wants to highlight mondja, this as well. Minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Because he says he wants the man of God to be fully equipped for erre, every good work. Erre használja Isten az ő szavát. That's what God uses his word for. De Jézus sokakat meggyógyított és aztán elküldött, hogy vigyék a jó hírt. Jesus healed many and then he sent them to bring the good news. Lehetne mondani, hogy hát igazából nem is kell kiképzés. And you could actually say that why do you need training then? Elég, ha Jézus megvált téged. Isn't it enough if Jesus saves you? És ez sok minden tekintetben valóban elég. And it's true, it can be enough. Elég arra, hogy az evangéliumot az ember képes legyen hirdetni. It's enough for you to bring the gospel and proclaim it. De nézd meg ugyanúgy azt is. But you also have to see. A tanítványokat 3,5 évig tanította, kiképezte őket. The disciples trained by Jesus Christ for three years. I'm sorry. Aztán Pált is 3 évig tanította. And then Paul also, after he got saved, Jesus taught him for 3 years. Mert használni valakit és használni valakit hatékonyan, az két dolog. Because there is a difference between using someone and using someone effectively. Úgyhogy csak a végére egy bizonyságot hadd mondjak még. And el let me give you a testimony. A bibliaiskolával kapcsolatban. In closing. Az egész igazából erről szólt. And my testimony is about Bible college, because I don't know if you noticed, but my whole message is about Bible college. Hogy azt látom, hogy Istennek a tervében minden helyi gyülekezetnek ott van a bibliaiskola. I am convinced or I see that in God's plan, Bible college is included in every single church. Isten akarja tanítani az ő igéjét nekünk. God wants to teach his word to us. Mert ez az, ami bölcsé tesz minket az üdvösségre. Because this is what will make us wise for salvation. Ez az, ami által hiszek. This is the very reason why hát, I believe. Ha valakitől hallottam a jó hírt, because if I heard the good news from someone, az ez alapján volt. Then it had to be based on the Bible. Úgyhogy én is, amikor beiratkoztam annak idején, so when I registered, akkor azzal a céllal iratkoztam be, hogy közelebb kerüljek Istenhez. First, my primary purpose was that I would get closer to God. Habár, ahogy az írás is mondja, sose volt távol. Even though the Bible says that he has never been far away from me. Mindig is közel volt. He's always been near. De hiszem azt is, hogy But Isten I also believe egy olyan mértékben használt az én életembe is. That God used this in my life. És mindazokéban, akik elhatározták, hogy járnak bibliaiskolába. And in everybody's life who decided to go to Bible college. Amit nem lehet pótolni mással. And you cannot substitute it with anything else. Áldott vagy, ha jársz Isten tiszteletre. You are blessed if you go to church services. Áldott vagy, hogyha hallgatod Isten igéjét otthon, ha And olvasod a Bibliát. You are blessed if you listen to the word of God or you read your Bible at home. Áldott vagy, hogyha gondolkodsz rajta. You are blessed if you meditate on the word of God. De akarod hatékonyan használni azt, amit kaptál. But if you want to use in effective way what you've received. Másképp. Or let me rephrase it. Ha akarod, hogy Isten hatékony módon tudjon téged használni. If you want God to use you effectively. Ez Istenről szól. Because it's all about him. Akkor a bibliaiskola az első lépés ehhez. Then Bible college might be the first step for that. És aztán tudod, ez nem egy ilyen, na akkor bibliaiskola megvan, és akkor innentől kezdve instant misszionárius vagyok. And it doesn't work the way that you think, like if you went to Bible college and you graduate, then you are right away a missionary. That was it. Isten végzi el a munkát te benned. God will do the work in you. A te részed az, hogy végig alázatos vagy, és aláveted magad annak, amit mond. And your part is that you
learn to be humble and you submit yourself to the word of God. Ez az, amit az ördög nem szeretne. This is what the devil hates. Ezért lesz mindig ellene. That's why he will be always against. Ezért lesz mindig ellene, amikor kezded a bibliaiskolát. That's why he is against when you start Bible college. Ezért lesz mindig ellene, amikor végig akarod csinálni. And that's why he keeps being against when you want to finish it. A bibliaiskola nem minden. Because Bible college is not everything. Krisztus a minden. Because Christ is everything. Akiről tanulsz a bibliaiskolába. Who you can get to know in Bible college. Ha akarod őt jobban ismerni. If you want to get to know him olvasd more. A Bibliát, then read your Bible. És jár bibliaiskolába, and go to Bible college if you've never gone. És hogyha már jártál. And if you're already finished. Nem fog megártani, hogyha beülsz újra és újra egy-egy órára. Then it's not going to hurt you if you take one or two classes again. Hagyd, hogy Isten használja az igét a te életedben. Let God use his word in your life. Csak tedd ki magad az ennek az ő hatásának. And let him use his word. Amen. Have an effect on you. Amen. Köszönöm. Olyan sokan jöttek be azóta, hogy azon gondolkodom, hogy megkérdem újra, hogy ki van itt először egy Biblia szólós istentiszteleten. Föltennéd a kezed? Többen bejöttek, akik szerintem először vannak itt. Csak tedd fel a kezed, kérlek. I saw so many people okay, coming öröm, in, so I just want to ask velünk, again if there are other people for the first time. Ha minden jól megy, akkor kapni fogtok egy csomagot. Welcome, and if everything goes all right, then you will receive a gift package. Amiben van némi ajándék, és hogy ha akarod, megadhatod az infódat, hogy kapcsolatban tudjunk maradni. If you want, you can give your information so we can keep contact with you, and you will also receive a gift. És nézzük csak, ma még nem, oké, én is beszélek röviden, és aztán még majd hallunk Pásztor Csabától is. I'm gonna speak briefly, and then we will hear from Pastor Csaba as well. It's a special night. De ahogy Pásztor István megosztott, annyira örült a szívem. As Pastor István shared, I was really glad. Mert azt... amikor jöttek errefelé, kérdeztem, hogy tudja-e már, hogy miről prédikál, mondta, hogy még nem. Because on their way here I asked him, do you know what you were going to preach, and he said no. És én sem tudtam akkor még. And I didn't know either. De az then, a jó, hogy ami egy kb. Fél órája volt, vagy valami ilyesmi. Which de, was like half an hour ago, but... De onnan megyünk tovább, ahol ő abba hagyta, ha minden jól megy. But we will continue where he stopped. Úgyhogy, és aztán majd még hallunk Pásztor Csabától is. And we will hear from Pastor Csaba as well. Nagyon buli látni Lidiát. It's really it's fun great to have you. Lidia. Thank you for coming back. Yeah, it's great to have you here. And everyone else also, of course. It's great to see your faces and jó látni az arcotokat. It's just a joy to be together. So, nagy öröm itt lenni együtt. So, Jesus came. That eljött Jézus. In 1 John 3:8. 1 János 3:8-ban. For what purpose? Milyen célból? We read that he came for this purpose. Azt olvassuk, hogy a célja. That he would destroy the works of the devil. Az volt, hogy lerombolja az ördög munkáit. So, of course we're a Hungarian church, so we can read that. És nyilván, mivel magyar gyülekezet vagyunk, ezt elolvassuk. And then we're quiet. És utána csak csöndben vagyunk. In some places they would say something like vannak or something like olyan that. Helyek, ahol erre hallelujat mondanak az emberek. But of course we can just be quiet because we're Hungarians. De hát mi csak csöndben maradhatunk, mert magyarok vagyunk. Thank you, Gábor. Thank you for saving me. Köszönjük, Gábor, hogy végre valaki megment. Because I agree. I think this is like the best news in the world. Én egyetértek, mert tényleg ez a legjobb hír az egész világon. Jesus came to destroy the works of the devil. Jézus azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáit. Yippee! Yay! That's like awesome. That's like awesome. Ez a legjobb. That's like beautiful. Gyönyörű. That's what we needed. Erre volt szükségünk. That he would destroy the works of the devil. Hogy lerombolja az ördög munkáit. But then who are we? De utána akkor kik vagyunk mi? If he's the one destroying the works of the devil, then what does that make us? Hogyha ő volt az, aki lerombolta az ördög munkáit, akkor ez kivé tesz minket? And I would like to paint a little picture, but first let's pray. Szeretnék egy kis képet festeni, de előbb imádkozzunk. Lord, we ask you that you would just anoint this word and also the word that is to come after this. Urunk, arra kérünk, hogy add meg ezt a rövid gondolatot meg, ami utána jön. And please just use it in our lives. Ha használd ezt az életünkben. And we believe that you have a special plan with this evening. Hiszünk abban, hogy egy különleges terved van erre az estére. We thank you for what we've heard already about your word. Köszönjük, amit eddig hallottunk az igédről. And as you keep speaking to us about that theme. És ahogyan tovább beszélsz hozzánk ebben a témában, kérünk, hogy taníts és vezess minket Krisztus nevében. Amen. Amen.
So in 1 Samuel 17, egy Sámuel 17-ben, and this is your regular Sunday school class, ez lesz most itt a szokásos vasárnapi iskolás óra, because the story of Goliath is always a Sunday school topic. Mert valahogy Góliát története mindig a vasárnapihoz kapcsolódik. But as we read, de ugyan, as we read this story, ahogyan olvassuk ezt a történetet, we see David. Látjuk Dávidot. And what is David doing? Mit csinál Dávid? Goliath is an enemy. Góliát volt az ellenség. He is kind of the equivalent of like a main battle tank. Ő lenne egy ilyen nagy tanknak a megfelelője. Yeah, so he is someone that you don't go against on your own with a rifle. Ő olyas valaki, aki ellen nem mész csatába egy paritjával. With a gun. Oh, bocsánat, egy fegyverrel. With a gun. This is, you're not gonna do that. Ezt nem teszed. And the Israelites were smart enough to know that. És az izraeliek elég okosak voltak ahhoz, hogy ezt tudják. So they were wisely hiding. Ezért bölcsen csak bujkáltak. But David. De Dávid. He is not hiding. Ő nem bujkált. He is in this chapter. Itt van ebben a fejezetben. He is going to go at Goliath. És ő neki támad Góliátnak. He is going to attack him. Meg akarta őt támadni. And I think in this way David is like Jesus. És ebben az értelemben Dávid olyan, mint Jézus. In this picture that I want to paint. Ebben a képben, amit szeretnék like festeni nektek, ő olyan, mint because Jézus. Because Jesus came to destroy the works of the devil. Mert Jézus eljött, hogy lerombolja az ördög munkáit. And he did not stop. És nem állt meg. He did not halt. He did not waver. És nem költ vissza. He was not afraid. Nem volt, he was not deterred from that path. Nem félt és nem torpant meg ezen az úton. He wasn't like led one way or another from it. És nem engedte, hogy bármi is eltérítse erről az útról. But he went straight at the enemy. Hanem ment egyenesen az ellenség and, ellen. And this was David also. És ilyen volt Dávid is. David wasn't praying. Dávid nem imádkozott. God, please deliver us from Goliath. Nem úgy imádkozott, hogy Istenünk szabadíts minket meg Góliáttal. But Lord, use me. Hanem ő úgy imádkozott, hogy használj engem, hogy ellene menjek. Who are we in this picture? Tehát kik is vagyunk mi ebben a képben? So are we like the Israelites, wisely hiding behind every stone and olyanok vagyunk, mint az izraeliek, akik mindenféle dolgok mögé bújkáltak bölcsen? In a way, yes. Egyetlenben, igen, nyilván mondhatnánk. Listen, if you're not a believer yet, hogyha még nem vagy hívő, then Jesus alone could overcome sin and the devil for you and me. Akkor csak tud, hogy csak Jézus volt képes a bűnt lerombolni a te életedben és az enyémben. He alone was able to destroy the devil, his power over us. És ő volt az egyetlen, aki le tudta győzni az ördög tekintélyét, ami felettünk volt. Okay, that he was able to free us. Ő volt képes minket megszabadítani. We were not able to do this for ourselves. Mi képtelenek voltunk ezt magunkért megtenni. We would like to believe that we can do anything. Szeretnénk abban hinni, hogy mi mindent képesek vagyunk megtenni. But if you believe that you can do anything, de hogyha tényleg azt hiszed, hogy te mindent meg tudsz tenni, please fly a few rounds above our heads. Akkor okay, megtennéd, hogy egy pár kört itt repkedsz felettünk. Okay, so that's a proof. Okay. Na, itt a bizonyíték. We cannot do anything we want to do. Nem okay? tudunk megtenni mindent, amit that szeretnénk. Just doesn't work. Mert nem így and működik. We have to understand that. És we kell, have limitations. Hogy megértsük, hogy vannak korlátaink. And actually this is one of our limitations. És ez az egyik korlát. We could not clean up ourselves. Hogy nem tudjuk magunkat megtisztítani. Only Jesus. We needed someone, some help from the outside. Kellett egy kívülről jövő segítség. We needed a champion. Szükségünk volt egy bajnokra. Somebody who overcomes for us. Valaki. Like David in the story against Goliath. Aki győz helyettünk, mint itt ebben a történetben. David had to overcome Goliath for Israel's sake. Dávidnak le kellett győznie Góliátot Izrael miatt. And the same way for us. És ugyanígy. Jesus had to overcome the enemy. Nekünk is kellett, hogy Jézus győzzön helyettünk. Because in Romans 3:23, mert Róma 3:23-ban we all have sinned, mindannyian vétkeztünk, I sinned, te is, én and is. We all are lacking without the glory of God. És we mindannyian szűkölködünk Isten dicsősége nélkül, ott ez a mély szükségünk. That we cannot even define, but it's there. Meg se tudjuk igazán határozni, de tudjuk, hogy ott van. And in Romans 3:12,
És Róma 3:12-ben. We read this that ezt actually olvassuk, that actually no one seeks, no one does good. Hogy senki nem tesz jót. Képtelenek vagyunk to clean up ourselves. Megtisztítani saját magunkat. But actually in this story in 1 Samuel 17. De ebben a történetben 1 Samuel 17-ben. It is not the Israelites I would like to identify ourselves with. Szeretném, hogyha az izraeliekkel. I would not. Nem szeretném, ha az izraeliekkel azonosítanánk magunkat. But I would like to look at verse 40. Hanem a 40. verset szeretném veletek megnézni. Okay, and this is after David had tried out the armor that was not useful for him. Ez azután van, hogy Dávid felpróbálta azt a fegyverzetet, ami ugye nem volt neki hasznos, nem volt rá jó. And in verse 40. És a 40. versben. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand approached the Philistine. Kezébe vette botját, kiválasztott magának a patakból 5 sima kövecskét, eltette azokat pásztortáskájába, azaz a tarisznyájába, amely vele volt, és a paritjájával a kezében közeledett a filiszteushoz. And that's, I think that is you and me in this picture. És azt gondolom, hogy ezek a kövek vagyunk, okay. Mi the ebben a képben, te és én. God. A kövek Isten kezében. That God has a victory planned. Hogy Isten már eltervezte a győzelmet. And he wants to use us. És szeretne minket használni, szeretne téged használni. He wants to use us, but we need to be a certain way. Szeretne minket használni, de ehhez kell, hogy egy bizonyos fajták legyünk. Yeah, David chose smooth stones. Dávid a sima köveket választotta okay, ki. He knew that they would fly straight. Tudta, hogy azok well, egyenesen best. Repülnek, azok a legjobbak. Tudta, hogy azzal lehet célozni. He knew it wouldn't go just wide, you know, every direction. Tudta, hogy ez nem fog félre menni. And how were they made smooth? És ezek a kövek hogyan and lettek the answer is that they simák? Were in the brook. Úgy történt, hogy ott voltak a patakban. And the water has turned them and the water has smoothened them. És a víz volt az, ami vitte őket, és ami lesimít, vagy ki lesimította őket. And in a way in the New Testament we find in Ephesians 5:26. És egy értelemben mi is ezt találjuk Efézus 5:26-ban. That actually Jesus God uses in our lives the word of God. Isten bocsánat, Jézus használja Isten igéjét az életünkben. Okay, he uses the word of God in our lives. Használja Isten igéjét az életünkben, hogy megmosson minket, hogy dolgozzon bennünk, hogy megváltoztasson. És ez történik velünk. As I receive the word of God. Ahogyan elfogadom Isten igéjét. As the word of God. Úgy, mint Isten igéjét, men, nem pedig, mint emberek igéjét. 1 Thessalonika 2:13-ban ez fog megváltoztatni engem. Isten igéje and fogja lecsiszolni ezeket a kiálló részeket God will rólam. Use it to make me smooth. És Isten ezt arra fogja használni, hogy lecsiszoljon, nem tökéletesre, but good enough for him to use. De elég jóra ahhoz, hogy használhasson. And that is great. How does it happen? De ez hogyan történik? Listen, I need to humble myself for this to happen. Kell, hogy megalázzam magam, hogy okay. Ez megtörténhessen. I need to receive the work of the word of God, and that's why I was so happy that Pastor István shared what he kell, shared. Hogy elfogadjam, hogy szükségem van Isten igére, és ezért nagyon örültem annak, amit a Pastor István megosztott. Because he said what needed to be said before this message. Mert mindent elmondott, amit el kellett mondani ezelőtt az üzenet előtt. That the word of God needs to work in my life. Mert kell, hogy Isten igéje useful for the purpose of God. Munkálkodjon az életemben, hogy hasznossá tegyen engem Isten munkájában. But I need to be humble for this. De ehhez kell, hogy alázatos legyek. And then what? So smooth stones. Tehát a sima kövek. And then what else? És mi még? David took and put them in his pouch, right, in his crib, in his shepherd's bag. Dávid fogta és betette ezeket a tarisznyájába. Yeah. Okay. So he put them there, you know. Beletette a tarisznyájába. And this is, you know, will you get there? Will you get in there? Be fogsz kerülni ebbe a táskába? And I think this is amazing because in a way it's a great picture for the church. Csodálatos, mert azt hiszem, hogy ez egy jó kép a gyülekezetre. Because there are other stones in there. Mert vannak ott más kövek is. And sometimes. És néha. We knock against each other, you know. Néha összeütközünk. And that happens, you know. És ez megtörténik. And there are others there. És vannak ott mások is ebben a táskában. And we bump into each other. És ahogyan összeütközünk. And you know, and I ask the question sometimes.
Amikor feltettem néha a kérdést. When we are in the church, you know, when we're in the bag. Amikor ott vagyunk a gyülekezetben, abban a tarisznyában. Where are we going? Most hova megyünk? Where are we going? Hova megyünk? Where is God taking us? Hova visz minket Isten? I'm not so sure what the plan is. Fogalmam is nincs, this hogy the mi a way terv? To go? Are you sure, God? Biztos vagy ebben, Isten? And we have those questions in our hearts. Okay, but that's but that's not necessarily something strange. Knock. Ott vannak ezek a kérdések. In our hearts. És ezek nem feltétlen furcsák. But that's not necessarily strange. De ezek nem feltétlen furcsák. Because of course. Mert nyilván there we are. Ott vagyunk. God has a plan. Istennek van egy terve. Not so sure what it is. Még nem vagyunk benne biztosak, hogy mi az. És nyilván felteltek ilyen kérdéseket. But humility. De az alázat. Faith will say. Hitbeli alázat majd azt mondja. I trust you, Lord. Bízom benned, Uram. I trust that you have a plan. Bízom abban, hogy van egy terved. And this is what we're talking about. És erről humility in my heart. Beszélünk, hogy a szívemben az alázatosság, az, hogy alávetem magam Isten igényének, which will change me, ami ugye megváltoztat engem és hasznossá tesz, és az alázat, to accept that God will have me in that bag. Hogy elfogadjam azt, hogy Isten ebbe a tarisznyába akar engem tenni. And he's taking me someplace and he wants to take me out someday. És elvisz engem helyekre, és egy nap elő akar engem onnan húzni. És itt jön egy érdekes gondolat. Up, amikor jött Góliát, when Goliath appeared, amikor megjelent Góliát, then it's kind of late for the stone to say, okay, I'm ready to go, I'm prepare me now. Akkor kicsit késő lett volna a köveknek azt mondani, hogy én kész vagyok, menjünk. Prepare me now. Most készíts fel engem. Make me smooth now. I'm ready to go. Goliath, most yes, már le, most már lecsiszolhatsz, és most, hogy látom, hogy Góliát itt van, ő ellene, én is akarok menni. But preparation. De a felkészülés. This had to happen before the, way before the battle. Ennek sokkal a csata előtt kellett elkezdődnie. And this is also true for us. És ez igaz ránk is. And yes, Bible school is part of that. Igen, like a Biblia iskola része ennek, ahogyan a pásztor István mondta, mert ez felkészülés az életünkben. For many things that we don't know yet will happen. Egy csomó olyan dologra, amiket még nem is tudunk, hogy meg fog történni. But it's more than that in our lives. De ez több ennél az életünkben. This is about how I hear. Ez inkább arról szól, hogy hogyan hallok. In Mark 4:24. Mark 4:24. In Luke 8:18. Lukács 8:18. That I hear and I'm careful about hearing and receiving. Hallom, és utána óvatosan hallgatom azt, amit. I listen to the word of God. Hallok Isten igéjéből. Hallom Isten igéjét, és elfogadom alázatban, és azt mondom neki. God, shape my soul according to your word. Istenem, formáld a lelkemet a so te, that when the day comes, a te munkád vagy akaratod szerint, hogy amikor eljön a nap, I would be ready to be used in your plan. Akkor készen álljak arra, hogy a tervedben használhass, amikor ott a csata, I could be a stone. Akkor lehessek egy ilyen kő. In 1 Peter 2:5. 1 Péter 2:5-ben. A lively stone, a living stone. Élő kő, egy élő kő. Ilyen yes, szeretnék lenni, Uram, ez a vágyam. So shape my heart. Ezért formáld a szívem, formáld az életem, és használd az igét. And put me in the church. És helyezz engem a gyülekezetbe. Vezess engem, és vigyél el. Listen, if you're young, bizonyos helyekre. Figyelj, hogyha fiatal vagy. You have the same decision that we had to make one day. Akkor ugyanaz a döntés áll előtted, amit egy nap nekünk is meg kellett tennünk, hogy mibe csomagolod be magad. I promise you. És megígérhetem, hogy a világnak jó tervei vannak great a számodra. Plans, super nagy tervei, plans, nagyon jó tervei, plans, kitűnő tervei. And if you wrap yourself in that, és hogyha ebbe csomagolod be magad, I would say, don't do that, akkor én azt mondanám, hogy ne tedd. Because, you know, Isaiah 50, verse 11, mert Ézsaiás 50:11, if I wrap myself in my own solutions, hogyha a saját megoldásaimban bízom, I will wrap myself hogyha in abba, hogyha abban csomagolom be magam. You know, then I, you know, actually it promises that I will have painful nights. Akkor ez valójában megígéri nekem, hogy fájdalmas éjszakáim lesznek. I will not have peace in my heart. Nem as lesz I lay béke in the night. A szívemben, ahogyan este lefekszem. Isaiah 28:20. Ézsaiás 28:20. I wrap myself in the solutions of this world. Hogyha ennek a világnak a megoldásaiba csomagolom be magam, akkor azt fogom találni, hogy ez nem elég nekem, ez túl szűkös. Something will hang out. És valami ki fog lógni. I will, you know, I will wanna hide something.
és valamit majd el akarok rejteni. But I would say to you, de azt mondanám nektek, wrap yourself in the will of God. Isten akaratába csomagoljátok be magatokat, Isten igényén keresztül, the church, a gyülekezetben, through living in the Holy Spirit. És azáltal, hogy a Szent Szellemben élsz. Many times I think, sokszor úgy gondolom, I need my own frame for my life. Hogy szükségem van arra, hogy egy keretet adjak az életemnek, hogy én válasszam meg, hogy mibe csomagolom azt. Kind of hogy szükségem van egy fajta győzelemre, vagy éppen pontosan tudom, hogy hol kell lennem. Really de amire valóban szükségem van, az az, hogy alávessem magam. Hogy alávessem magam Isten akaratának. És olyan helyekre fog ő elvinni engem, ahova soha nem is álmodtam, hogy eljuthatok. És olyan győzelmeket ad majd nekem, amikről soha nem hittem volna, hogy részem lehet ezekben. Merj alázatosnak lenni Isten akarata előtt. Before the word of God, Isten igéje előtt, and before the will of God, és Isten akarata előtt, és merj benne bízni, because he will use you mightily. Mert ő nagyon fog téged használni. Amen. Amen. Wow, köszönjük. Wow, thank you. Pastor István, Pastor Kende. Pastor István and Pastor Kende. Wow. Yeah, sziasztok. Hi. Nagyon jó így együtt lenni. It's really good to be together. És hányotokhoz szólt ez így, amit most csak így hallottunk? How many of you feel like it spoke to you what we just heard? Merjünk igazán alázatosak lenni. Dare to be humble, really humble before the word of God. Azt hiszem, hogy talán Luther. I believe it was Luther. Tette azt, hogy amikor odaért az írásban egy részhez, amit nem igazán értett. And he was the one who read the Bible, and when he got to a scripture where what he did not really understand. Akkor letérdelt. Then what he did was that he knelt down. Levette a kalapját. He took his hat off. És alázatot mutatott. And he showed humility. Talán Spurgeon beszél arról. I believe Spurgeon said. Hogy vannak olyan részei az írásnak, amelyek that there are parts of the scriptures első pár olvasatra is zárva tűnnek, that seem to be closed when you read them for the first time. It feels like they are closed for us. És aztán beszél arról, but then he also said, hogy de a királynak a legnagyobb kincsei azok mindig azok vannak leginkább elzárva és elrejtve. That the most hidden things are the king's treasures. Azt hiszem, Spurgeon beszél arról. I believe it was Spurgeon who said, hogy mikor Isten igén elmélkedünk, that when we meditate on the word of God, az olyan, mint hogyha egy narancs gerezdet vennénk a szánkba. It's like putting a piece of orange in our mouth. És szép lassan, and slowly, a narancs levét kiszívjuk belőle. You get the liquid out of it, the juice. Yeah. Mert az első zsoltár. Because the Psalm 1. Ami az összes zsoltár közül a legelső. Which is the first among all the psalms. Nem vagyok zseniális. Am I not amazing? Ami bevezeti a zsoltárokat. This is what actually gives an introduction az to the psalms. Az első zsoltár. It's the first and the second chapter. And chapter 1 speaks about the blessed man, aki Isten igényben van gyönyörűsége, who delights in the word of God. És az ő igéről elmélkedik éjjel és nappal. And this man meditates on the word of God day and night. Éjjel és nappal. Day and night. 5 Mózes 17-ben. Deuteronomy 17. A király törvényekben.
in the king's law. Isten megparancsolta, hogy majd amikor Izraelnek királya lesz. God commanded Israel when they have a king. Akkor a király kapjon kapja meg a törvénykönyvnek egy mását, a Tórának egy mását. The king had to receive a copy of the law of the Torah. És aztán saját magának azt le kellett másolnia. And the king himself had to copy it once. Hogy megtanulja, hogy minden nap félje az Urat. So he would learn to fear the Lord every day. És az ő útján járjon. And that he would walk on his path. Hogy minden nap félje az Urat. That the king would fear the Lord every day. Billy Grahamről azt olvastam. I read this story about Billy Graham. Igazából csak ki akarom egészíteni ezeket, amiket hallottunk. I just want to add to what we heard already. Ez csak ez Isten igének a tekintélye. The authority of the word of God. Isten igének a tekintélye. Wow. Authority of the word of God. Hogy mikor Billy Graham fiatal prédikátor volt. So when Billy Graham was just a young preacher. És a szemináriumon volt. And he was at a seminar. Akkor akkor sokan liberális teológiát tanítottak. Many taught liberal theology. Megkérdőjelezték a Biblia szavahihetőségét. They questioned the Krisztus istenségét. The authority of the Bible and the deity of Christ. És Billy Grahamnek az elmébe is elkezdtek kérdőjelek jönni egy barátjának a hatására. And question marks started to raise in Billy Graham's mind as well. Hogy tényleg megbízhatok ebben a könyvben? Can I really trust in this book? Tényleg elhihetem minden szavát? Can I truly believe every word? Tényleg úgy van ez, ahogy oda le van írva? Is it really so whatever is written here? És Billy Graham-et ez milyen zavart ez a kétség. And Billy Graham was troubled by this doubt. És tudta, hogy hamarosan prédikálni fog. And he knew that he had to preach soon. És tudta, hogy nem fog tudni elmenni erre az evangelizációs hadjáratra, hogyha ezt nem tisztázza le magában. And he knew that he wasn't gonna be able to go on this crusade unless he clarifies these questions. És az egyik éjszaka kiment. And one night he went outside. Egy füves helyre, nem, kiment az erdőbe. To the woods. És imádkozni akart. De nem tudta, hogy hogy imádkozzon. And he wanted to pray, but he had no idea how to pray. De tudta, hogy Istennel ezt le kell rendezni. But he knew that he had to bring this before God. Ez egy olyan sötét éjszaka volt. It was one of those dark nights. Ami a mi életünkben is lehet. That can also happen in our life. Ahol meg kell keresnünk Istent. When we must seek God. Fel kell keresnünk. We have to look for him. Ahogy a Zsoltáros mondja, hogy megkerestem az Urat. As the psalmist said, I seek the Lord. Úgyhogy Billy Graham megkereste az Urat. I sought the Lord, so Billy Graham did the same. És aztán az elmondása szerint letette a Bibliáját egy fatönkre. And according to his record, he put his Bible on a trunk. De annyira sötét volt, hogy nem tudta olvasni. But it was too dark, he couldn't read it. És aztán imádkozott. But then he prayed. És amit mondott, az volt, hogy Isten. And he said the following, God. Annyi mindent hallok. I hear so much. De most hit által. But by faith. Hit által. By faith. Egyszerűen csak elfogadom, hogy ez az írás ez tőled van, teljes mértékben. I just want to receive that this scripture is given by you. És alávettem az életemet ennek. And I submit my life to this word. És aztán azt mondta, hogy tudta, hogy ahogy hit által tette ezt, ez volt, ott volt a megoldás. And then he said, since he did this by faith, he knew that the solution lay there. Aztán 1948-ban, nem sokkal utána. And then in 1948, he was invited to Los Angeles. Ez egy 3 hetes ilyen sátoros evangelizációs hadjárat volt. It was an evangelical crusade. For 3 weeks. Minden nap 3 héten keresztül. Every day for 3 weeks. És 6000 fős volt a sátor.
And they had a tent and 6,000 people were involved. And people started coming. Hollywoodi színészek. Actors from Hollywood. Megtértek, ismert emberek. People, well-known people who got saved. Ki kellett nagyobbítani, és 9,000 fősre kellett tenni a sátrat. They had to extend this tent so it could receive 9,000 people. Közeledett a három hétnek a vége. And as the end of these three weeks approached, nem tűnt úgy, hogy az emberek megszűnnének jönni. It didn't seem like people stopped coming. So they had to make this event longer. A végén 8 hetes volt. So eventually it lasted for 8 weeks. Minden egyes este. Every single night. És hétvégén volt, hogy a hétvégi napokon naponta kétszer vagy háromszor. And during the weekends they preached sometimes 3 or 4 times. Hihetetlen kenet volt az alkalmakon. There was an amazing anointment on these events. Ekkor robbant be Billy Graham. And this was probably the breakthrough for Billy Graham. He became famous. És valójában, mikor kérdezték őt, azt mondta, hogy annyira fáradt volt már a végére. And when they asked him, he honestly said that he was really tired by the end. Annyira kimerült. He was exhausted. Fizikailag. Physically. Érzelmileg. Emotionally. Minden módon. In every way. Épp gondolat nem jutott már az eszébe. He didn't even have a sober thought anymore. Természet szerint. Naturally. De hogy Isten annyira felkente. But God anointed him so much. Annyira tekintéllyel szólt. And when he preached, he preached with authority. És Isten adta az ő igéjét. And God gave his word. Úgyhogy Isten megtisztel bennünket. So God can honor us. Mikor megtiszteljük az ő igéjét. When we honor his word. Megtisztel bennünket. He will honor us. Amikor fogod. When you. És azt mondod, hogy Isten, én téged akarlak. When you say that, God, I really want you. Isten, én kikereslek. God, I will seek you. Én megkereslek. I will try to find you. Memorizálni akarom az igédet. I will try to memorize your word. Azt akarom, hogy ott legyen a szívembe. And I want this to be hidden in my Azt heart. Akarom, hogy átmosson engem. I want this to clean me completely. Azt akarom, hogy betöltsön engem. I want your word to fill me. És telve leszünk Isten igéjével. And we are full of the word of God. És aztán Istennek a szemei járnak keresztül a földön. And then God's eyes are seeking through hogy hatalmát megmutassa mindazoknak. In the word, so he would show akik teljes szívvel hozzáragaszkodnak, his plan to everyone who completely cleave to him. És keres valakit. And he is seeking someone. És kin fog megakadni a szeme. And who is gonna catch his attention? Egy Mária. Mary. A Jézus anyja. Jesus's mom. Aki telve van az igével. Who was full of the word of God. Talán 16 éves. I think she was barely 16. Egy Dávid. Or David. Aki csak egy imádó, telve van Isten igéjével. Who was a worshipper and he was full of the word of God. És Isten azt mondja, használni fogom ezt az embert. And God said, I will use this man. Teljesen mindegy. It doesn't matter. Fiatal vagy idős. Whether you're young or old. Férfi vagy nő. Man or woman. Használni fogom. I will use them. Emberi szemek előtt elrejtve. Before elrejtett. Hidden before everybody's eyes. De Isten előtt nincs elrejtve. But they are not hidden for God. Az isteni előléptetés előtt alázat jár. Before God's promotion there is humility. Sátán felfele ment. Satan wanted to go up. Hogy aztán lefele menjen. That he would fall down. De az Isten előléptetés előtt. But before God's promotion. Isten emberei lefele mennek. God's people keep going down. A próba nehézségében. In the difficulties of a trial. A megpróbáltatás idejében, hűségben. Or at the times of trial, they remained faithful. Isten igéjében. And in the word of God. És aztán Isten előlépteti őket. They get promoted in God's plan. Nem északról vagy délről jön. Because promotion doesn't come from north or west. It doesn't come from people. Hanem Istentől. But from God himself. És ez az, amit keresünk. And this is what we're looking for. Amen. 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 Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. So let's bow our heads. Köszönjük neked, Atyánk. Thank you, Father. Köszönjük a
te igédnek a páratlan voltát. Thank you for the unique nature of your word. Köszönjük a te igédnek a részletességét, kijelentését. Thank you for the proclamation and the details of your word. Köszönjük a tekintélyét. Thank you for the authority. Annyira szükségünk van tekintélyre az életünkben. We desperately need authority in our lives. És köszönjük, hogy a te igéd az. And thank you that your word will stand. És Urunk, csak alá akarjuk vetni magunkat. Segíts nekünk ebben. And we would like to submit ourselves and please help us. Segíts nekünk abban, hogy ne legyünk nagyok a saját szemünkben. Help us not to be great in our own eyes. Hanem segíts, hogy hagyj. But help us kicsik. To be small. Hagyj legyen a te igéd nagy. And we would let your word be great. A te terved nagy. Your plan be great. Te akaratod nagy. And your will be great. Te örök célod nagy. And your eternal purpose be great. Te küldetésed nagy. Your commission would be great. A te kijelentésed nagy. And your proclamation would be great. Magasztalunk téged a te igédért. We exalt you for your word. Amit a neved felé magasztaltál. That you exalted above your own name. Dicsérünk téged. We praise you. És köszönjük. And thank you. Hogyha úgy vagy itt köztünk. If you are here tonight. Hogy Jézus Krisztust még nem fogadtad be az életedbe. But you've never received Jesus into your life. Hogy nem mondtál még igent neki. If you are the one who have never said yes to him. Az üdvösségre. For salvation. Akkor tedd meg most. Then do it now. Isten igent mondott rád. God said yes for you. Mikor megalkotott téged. When he created you. Isten igent mondott rád, amikor Jézus God said yes keresztem. For you when Jesus died on the cross. Te is mondj igent Istennek. Please do the same. Say yes to God. Mondd azt neki, hogy tell him. Igen. Yes. Igen. Yes. Istenem, bűnös vagyok. I do. I am a sinner. Igen, köszönöm, hogy Jézus meghalt a bűneimért a kereszten. Yes, I'm thankful for Jesus because he died on the cross. Igen, kérlek, bocsáss meg nekem. Yes, please forgive me. És igen, tegyél engem a te gyermeked. And yes, please make me to be one of your children. Hogyha ez van a szívedben, ez az imádság. If this prayer is in your heart, akkor egy pillanatra emeld fel a kezed, then for a moment, please raise your hand. Ha igent mondasz, if you're saying yes ma Istennek, to God today, az üdvösségre, for salvation, emeld fel a kezed, kérlek. Just raise your hand. Utána leteheted. And then you can put it down again. Köszönjük, Urunk. Thank you, Lord. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen.